Na, itt volnánk. Sziasztok, ez itt a Gaming Dumping. Valheimezni fogunk, ezüstöt bányászunk. Legalább egy órán át minimum, de nem tudom mennyi ideig, mert lesz egy áramszünet egészen biztosan. Úgyhogy játszunk, ameddig játszunk. Tegnap nem volt stream, úgyhogy a mai napot sem nem szerettem volna már kiadni elvégre. Amúgy is egy könnyű feladatunk van, amit az ezüst szerzés. Azt hiszem a bázison, ahol voltunk, amit építettem ilyen ad-hoc-szerűen, de az annyira nem volt az, mert konkrétan elbasztam vele az egész estét ezüst szerzés helyett, de a lényeg az, hogy szerintem ott hagytam valamennyi húst, úgyhogy azt most szépen összeszedjük, aztán illetve hát igazából csak arra akartam szírozni, most nem fogok enni külön itthon, meg vinni. Azt hiszem, ha Elga 4 volt az, úgyhogy akkor oda megyünk. Igen, itt is volnánk. És akkor elméletileg a hús itt is van valahol, igen, 13 még van. Jó. Oké, eszünk valami disznóhúst is, meg valami gemmet, hogy legyen staminánk, bármi lehet ott a hegytetőn. Fú, és már összeszedtem 11 ezüstöt, úgyhogy az úgy tök menő. Hát akkor szerintem menjünk is. Szedjük össze a maradékot. Igazából a kocsival kéne, ja nem, pont, hogy nem a kocsival megyünk, ha múltkor azt mondtam, hogy a kocsit nagyon nehéz lenne felvinni a hegyre, úgyhogy rohangálni fogunk le az ezüsttel. Jó van. Egy darab, hát igazából minden kiló számít, úgyhogy igazából ezt sem fogom magammal vinni. Nem tudom, hogy mekkora súlyt jelent a potion, de úgy látom nem sokat. Ez a 10 potion, ez mennyit jelent? Jó, ez már mondjuk sokat nyom, de hát legközelebb majd csak 5-öt hozok, de mindegy, most nem fogok pakolászni emiatt, úgyhogy induljunk el. Emlékszem, hogy hol volt ezüst, illetve emlékszünk rá még a legutóbbi alkalommal nagyjából szerintem, bár úgy emlékszem, be is jelöltem a térképen, sőt egészen biztos bejelöltem, úgyhogy akkor arra megyünk. Töltök egy kis staminát, aztán megyünk tovább. Ha mázlin van, akkor rengeteg gólem fog a nyakamba esni megint. Nem is olyan nagy cucc egyébként ez a Frost Resist Potion. Szóval emlékszem, hogy nem is tudom, mikor régen még úgy jártottam le, hogy így még spóroltam is fel, hogy hát most nem iszom meg mindet. Most meg van egy rakás már, úgyhogy igazából tetszik a játékban az, hogy ilyen, hogy a fejlődés az olyan benne, hogy teljesen megváltoztatja a karakter erejét egy-egy item. Nagyon jól felerősödik. Nagyon nagyok az ugrások benne. Adjál meg. Nem úgy van az. Elszeress bele a gödörbe. Le kelljen menne még a lútér is, inkább a halálodban is megszivatsz. Na. Oké, tehát itt volna az ezüst, és párat ki is tudunk szedni rögvest. Ez meg az a lyuk, amit indokolatlanul ástam korábban. Gyere ide, te mocskos állat. Fújni. Na, és akkor itt van rengeteg ezüst, kérem szépen, ezeket össze is kapom. 8 darab ezüstöm van, tök jó. Ezeket az alapnyersanyagokat most nem fogom sajnos magammal hozni, meg bármit csinálni vele. Ez egy nagyon érdekes dolog egyébként, hogy az ezüst az úgy jön ki, hogy ide mellénk jön. Szerintem itt ez azért van egyébként, mert nem tudja hova spónolni. Na, ki van itt, kérem már megint. Talád már-e Bálint? Persze, lagoljál a lövés előtt, úgy van. Van itt valahol egy farkas is, úgyhogy azt is mindjárt lecsapjuk.
Hoppá, hogy rohadjál meg. Ha elordítja magát, szerintem akkor jönni fognak még. Nem tudom, mint hogyha ezt már tapasztaltam volna, hogy van ez a farkas falka bonyítás, így kibonyítják a falkát. Egészen hamar megtelt az inventory. Így fordulunk is vissza nem sokára. Az ezüst meg mindenféle nyersanyag az amúgy is elég sokat nyom. Ezt jól megszivattak minket a játékfejlesztők ezzel végül is, hogy a réz is kurva nehéz volt, de most az ezüst is kurva nehéz, amit még nehezebb összeszedni. Hát csak értitek, összeszekkeltem a követ. Szilve... Ja nem, ez sima stone, jó helyes. Azt hittem már ez is lesz, egy 50-nek örültem volna, csak azt nem tudtam volna, hogy viszem haza. Na. Direkt lejjebb vittem a játék hangereit, úgyhogy nem tudom, hogy mennyivel jobb így, de azt vettem észre, hogy amikor elkészítettem a YouTube-ra a videókat, mert most megcsináltam YouTube-ra. Próbálom itt állítgatni, ezt egy kicsit közelebb hozom magamhoz a mikrofont, hogy azért még jobban halljatok. Szóval igen, amikor megcsináltam YouTube-ra a videókat, akkor vettem észre, hogy a hangom nem annyira igazi rajta. Néha alig hallani, úgyhogy ezt most próbálom javítani. Jó idén nem streameltem, úgyhogy ez egy tanulsága volt újra a setup összeállításának, meg belövésének. Egyébként általában odafigyelek erre, de akkor is ellenőrizgettem, amikor először összeraktam, valamiért akkor jónak tűnt, aztán később már nem. Most is mondjuk csak annyit csináltam, hogy a játék hangereit levettem egy 25-ről 15-re. És akkor így... Azért tényleg azt remélem, hogy már nem fogja nagyon, nem lesz olyan nagyon-nagyon hangos a játék az én hangomhoz képest. Igazából csak ez számít, hogy a játék hangereje az én hangomhoz képest mennyi. Utána még Premiere-ben tudom állítani a hangerőt, akár fel vagy le, az egészet tudom egy kicsit balanszolni, de hogyha kettő egy sávon van, már egy sávon van. Régen még azt, arra is figyeltem, hogy készüljenek külön sávok erről, de... De ahhoz fel kellett volna vennem azt hiszem a streammel párhuzamosan a dolgot, és... És lehet egyébként arra is képes lettem volna, vagy lennék most is. De nem akarom túl bonyolítani ezt az egészet most, ez amúgy is most... Hát azért már nincs benne az a nagy, hogy is mondjam, professzionalitás, mint régen. Már hogyha akkor annak lehetett nevezni ezt, amit csináltam. De igen, azért akkor még nagyon törekedtem a minőségre, ez most már inkább csak így a játékról szól a részemről. Ezért is játszom egy játékkal folyamatosan. Mármint a Valheimmel, amihez most van kedv. De nekem mindig voltak ilyen olyan időszakaim egyébként, úgyhogy az nem olyan meglepő, azt hiszem tőlem, hogyha azt látjátok néha, hogy így ráállok egy dologra, mert éppen ahhoz van kedvem. Persze igen, mindig volt olyan, hogy azt az egy dolgot túlvittem, akkor is, amikor már nem volt hozzá kedvem. Csak azért, mert pörgött, mondjuk a Subnautica-t, Kingdom Land Castles-t, voltak ilyenek, igen. De hát alapvetően mindig azért játszottam nagyon sokat ezekkel a játékokkal, mert nagyon kedvem volt hozzájuk. Jó, hát egy nagyon picit rendezgetünk itt a dologban, az a 20 darab nem szarvas, hanem farkas hús, az biztos egészen menő lesz valamikor, amikor kaját csinálok belőle. Egyelőre nem néztem utána a receptnek, de amikor legutóbb ott tartottam, hogy szia malacka. De annyira menő vagy, hogy kiszökte, hogy lehet, hogy meg is tartanak ilyen házi malacnak. Egyébként tényleg megtartottam házi malacnak. Főleg, hogy felmegy. Kurva jó. Na igen, szóval hova való a farkasból ide? Mindjárt befekszik a disznó az ágyba, esküszöm. Kis koronát kéne rakni rá. Hogy állnak a malackáim? Fú, de sokan vagytok, és éhesek is. Na jó, van, akkor itt mindjárt kitálunk valamit. Hát gombát már nem adhatok neki, a sárga gombát sem szívesen, ebből egy 11-et azért bedobok nekik, most egy 14-et. Aztán később ezt finomítjuk, hogy mivel etetjük a malacokat legjobb, hát mivel a legjobb etetni őket, de tessék, akkor egyetek. Illetve
Azt kéne csinálni, hogy ledöfjük azokat, amik... Igen. Hát remélem nem ettetek, mert így ledöfés előtt kár lett volna titeket megetetni. Nagymamám mondta azt a kutyájára altatás előtt, hogy most már minek kapjon enni. Nem nagyon szerette az állatokat. Mármint nem úgy, ahogy manapság mi. Egy csomó dolog van egyébként, aminek fogalmam sincs, hogy milyen hasznát fogom venni egyszer. Jól látható, illetve nem téved sokat az, aki azt látja, hogy én itt kategorizálom a cuccokat, meg elrakom, mint valami szorgos kis hangya, de igazából semmi tervem sok mindennel. De hát végülis tök jó, mert hogyha egyszer majd lesz, akkor lesz mit felhasználni. Úgyhogy egyelőre ennyi. Ennyi kell. Mondjuk azt, hogy én külön teszem a Blacksmith-re felhasználható bőröket, meg csontokat, meg dolgokat, ez egy nagyon érdekes dolog. Olyan tekintetben, hogy rohangálhatok a Blacksmith és a raktár között egy csomószor. Nem érdekes a jó szó, hanem azt hiszem a fárasztó vagy a bosszantó. Jó van, a hús is megvan. Oké, és akkor hát a nagy halhúsból most nem fogunk táplálkozni megint. Ezt itt megtöltöm, aztán megyünk. Csak hogy el legyen végezve ez a munka, illetve szerintem berakom a rezet is kiégetni, mert hát végül is az is egy olyan dolog, hogy na. Valamikor ezt is meg kell csinálni. Aztán megyünk vissza, persze megyünk egy másik kör ezüstért, és újabb ezüstlelőhelyeket fogunk találni a mai napon remélhetőleg. Ha nem volt egy ordas nagy mág, persze az, amit csináltam, hogy most találtam egyet viszonylag hamar. De remélem, hogy azért a játék ennél több ezüstöt ad majd. Az viszont egy tök jó dolog, hogy az ezüstöt könnyebb szerezni, mint a fémet. Legalábbis kellemesebb mindenképpen, mert úgy érzem, hogy a fémet keresni tök szar dolog volt. Hello Zsömra, sajt, üdv a streamben. Mi újság, hogy telik a nap? Szóval vasat szerezni volt nagyon szar, mert le kellett menni a Svenbe. És egy kurvára lehangoló dolog volt. Úgyhogy ilyen tekintetben örülök annak, hogy most ezüstöt szerzünk. Végre szünet van, hát tök jó egyébként, igen, ennek lehet örülni. Jó kis nyári szünet. Mondjuk mindig eltelik hamar, de ez részletkérdés. Most kezdődött. És ez a lényeg. Na, szóval... Rendeztem mindent itt a házban, úgyhogy akkor menjünk is vissza. Alszunk egyet, mert sötétedik. Ezeket a szarokat már rég ki kellett volna dobnom. Mindegy, egyelőre bedobom az udvar közepére, és akkor nem fogom ott elfelejteni, hogy van ilyenem. Tegnap megvolt az ágazati alapvizsgám. Az írásbeli 96,5%-os, hát a gyakorlat meg 80% fölötti. Szóval átmentem. Most megkezdődik újra az edzés, meg éppen próbálom rávenni anyum, hogy engedjen el egy buliba. Miért ne engedne el egy buliba? Pont olyan korú vagy, hogy mehetsz bulizni, nem? Annyira jó, hogy a gyerekek szeretnének így érvényesülni, meg felnőni, meg barátokat szerezni, meg élvezni az életet, és akkor vannak ezek a... És akkor ilyeneket kell hallani, hogy szeretném, hogyha elengednének. Vagy hogy próbálod rávenni. Hát... Lehet, hogy örülne, hogy eljársz, vagy hogy van kedved elmenni. Másképpen hogyan lesz barátnőd? Persze vannak anyukák, akik azt szeretnék, hogy a gyerek sose szerezzen magának egy társat.
De most ezt nem a tiédre értem, ezt csak úgy mondom. Egyke vagyok, szóval részben megértem. Mert nagyon félt. De szerintem kicsit túlfélt. Hát szerintem, hogyha te azt mondod, hogy túlfélt, akkor erős a gyanú, hogy túl is félt. Mert te abban nőttél fel, hogy az, ami történik otthon, az normális. És hogyha ebből a dobozból kilátod azt, hogy túlfélt, akkor ja, akkor valószínű. De hát ezt én csak így mondom nagy okosan kívülről. Jó, hát minden esetre, hogyha tényleg így van, és tényleg túlfélt, akkor az eléggé mérgező hozzáállás, mert abból hosszú távon semmilyen hasznod nem származik, hogyha az anyád félt téged. Igazából a gyerekeknek az a legjobb, hogyha a szülők békén hagyják őket. Van egy pont, amikor a gyereket irányítani kell, persze, amikor még fiatal és nem tudja, mik a szabályok, és jó, persze, nagyon nagy a szám, mert nekem nincsen gyerekem, és nem tinédzser a gyerekem. De egyébként, hát a bátyám például mindig elmehetett bulizni, úgy emlékszem, és nem kellett könyörögnie, és nem is lett semmi baja. Engem féltettek a szüleim, nem tudom miért. A bátyámat nem féltették, engem például féltettek. Hát egyébként meg remélem, hogy el tudsz majd jutni szórakozni, ha szeretnél. És hogy össze tudod hozni ezt, vagy meg tudod ezt így beszélni. Bár egyébként fogalmam sincs, hogy milyen buliba akarsz elmenni, meg ilyen dolgok. Úgyhogy én ezt csak így mondom kívülről, de hogyha egy normális helyzetet veszünk elő, akkor elég sok buli azért ártatlan is. Csak a szülők hiszik azt, hogy mondjuk félelmetes vagy rossz, mert hogyha szerintem konkrét tudomásuk lenne róla, hogy mi van ott, akkor szóba se jöhetne az, hogy elmész-e vagy sem. Szerintem a legtöbb esetben nem tudják, hogy konkrétan mik történnek egy ilyen buliban, vagy hogy mitől féltik a gyereket, csak úgy projektálnak dolgokat, amik az ő félelmeik. Aztán ezeket a félelmeket. Hát van olyan, hogy ugye van egy felmenőben egy generációs sérelem, és akkor azt örökíti. De most ebben az esetben elképzelni azt, hogy félt téged, és majd te is félteni fogod a gyerekedet azért, mert féltettek téged. Végül is lehet, hogyha te elhiszed, hogy jogos az a féltés, és hogy ez a normális viselkedés, akkor végül is ez így elképzelhető. Haverjaim rendeznek egy házi bulit, és meghívtak. Hát ebben semmi szörnyűt nem látok egyelőre. Na, egyébként itt van egy ezüst megint. Itt van kint a Silver. Ciao. Hát ez most miért? Na jó van, csináljuk.
Annyira tehetségesen beleállok a legnagyobb, hogy az nem igaz. Na jó, van, most már fejezzük be. Itt fogok megdöbleni. Remélem ez a mézes csupor gem, nem mézes csupor egyébként lekvár. Ez felnöveli az életemet. A staminámat is növelhetni, bár most benyomok egy staminapot itt, mert úgyis olyan rohadt sok van. Pont a minap néztem a... hallgattam a... VR-nak a podcastjét, és abban beszéltek az elvpárról, én nekem akkor tudatosult bennem, hogy ilyen van, mert addig gőzöm sem volt, hogy van ilyen. Hát, hát vicces. Vicces volt, hogy azt látni, hogy van valami, ami konkrétan be van tiltva, de mégis rendelhető a netről, meg ilyenek. És éppen arról beszéltek, hogy a fiatalok körében nagyon megy. Persze egyébként mindig van valami, ami aggasztatja a szülőket. Mikor én 15 évesen elmentem egy buliba, akkor rendesen leittam magam, és kiütöttem magam, de hát világon semmi bajom nem lett, szóval csak kipróbáltam, hogy milyen az, amikor jól berúg az ember. Persze egy lányt jobban lehet félteni egyébként, meg az is benne van. A nagyapám például emlékszem, hogy olajat itatott a szüleimmel, hát illetve a szüleimmel, az anyámmal, meg a nagynénémmel, hogy ne rúgjanak be nagyon a bulikon. Étolajat kellett inniuk, hogy megtapadjon a hasfalukon, és ne szívja fel, hogy gyomlik az olaj, az alkoholt. Én nem tudom, hogy ennek van-e értelme. Biztos, de fene tudjám. Bár jó, mondjuk egy csomó házi praktikának van értelme. Nálunk is elterjedt ez az osztályban az elvpár. Na, ez tök durva. Nem akartam rákérdezni, mert tulajdonképpen illegális, de most ezt ki mennyire tudja betartatni. Szóval szerintem semennyire nem tudják betartatni, vagy nem szokták, hogyha ennyire elterjedt a fiatalok körében, akkor ezt ennyire veszik komolyan ennek a betartatását. Azt mondjuk direkt nem akartam megkérdezni, hogy te kipróbáltad-e vagy használtad, de egyébként meg tök mindegy, mert fiatalon cigizni sem szabadna, aztán ettől függetlenül ugyanúgy cigiztem egy rövid ideig. Bár hogyha valaminek a használata konkrétan be van tiltva, az egy kicsit más. Mert ez olyan, mint füvezni. Jó, mondjuk füvezni talán rosszabb. Nem tudom, hogy mi a különbség, hogy ez hogyan van betiltva, vagy mennyire tilos használni. De ezzel amúgy szerintem is az a baj, hogyha sok mindent megtiltanak, azzal csak azt érik el, hogy majd 18 után mindent ki akarnak próbálni. Én csak egyszer próbáltam, egyszer szívtam bele. Gondolom nem volt egy különösebb élmény, bár el tudom képzelni, hogy annyiban értelmesen, mint egy cigaretta, hogy nem olyan kátrányos, füstös, és hogy ízesítve van. És gondolom ezért terjed jobban is. De előtte se vonzott a cigi elvbe, és utána se. Hú, hát ha az ember csak egyszer próbálja ki, akkor gondolom nem. Szerintem ahhoz kell egy olyan társaság, akikkel menő cigizni, meg elvpározni, és akkor van esély rá, hogy bizamosabb ideig bevonódik valaki ebbe. Mármint, hogy rákap. Mert amíg nincs meg ez a szakasz, hogy sokat cigizzen, sokat elvpározzon, vagy csináljon valamit, addig úgyse fog rászokni. És az a helyzet, hogy még azt se lehet mondani, hogy persze, hogy hülyeség, meg hogy józanság, meg izé, mert hogy mennyi pénzbe kerül, és hogy ki
akarja erre elkölteni a pénzét, hogy még tönkre is tegye magát, meg ilyenek. De hát az, annak nincs logikája, hogyha egyszer az ember be akar illeszkedni egy közösségbe, ugye? Úgyhogy szerintem azért nincsen... Hú, milyen sok szar van itt. Úgyhogy azért nem sok megvetni való van ezen a dolgon. Hogyha valaki rászokik a dohányzásra. Jaj. Na. Igen, itt azért jó sok szilvert összeszedtünk. Én szülőként nem szólnék bele, hogyha a gyerekem dohányzik például, persze ne 15 évesen cigizzen aktívan, de hát nem tudom olyan, de én a 18-at például nem váratnám meg vele feltétlenül, szóval 17 körül talán már ez tökre, ugye a határon. 16 még nekem is kevésnek tűnik. Emlékszem, mikor én cigiztem 15 évesen, az nem volt annyira jó. Mindegy, én nem nagyon foglalkoznék vele egyébként. Mármint úgy értem, hogy nem lennék olyan rohadt szigorú, hogy ilyen lebasznám, meg eltiltanám, meg megbüntetném, hogyha rájönnék. Maximum. Hát biztos, hogy kifejteném a véleményemet. De mindegy egyébként, mert persze tök máshogy gondolkodik az ember, hogyha már felnevelt valakit, ha már munkája van egy emberben, hogyha már gyerekkora óta figyelt rá és gondozta őt, az teljesen más. Nyilvánvalóan. De közben meg azt is látom, hogy a apai ágon a nagynéném az egészen lazán veszi ezeket a dolgokat, és ha jól emlékszem, ott azért voltak ilyen házi bulik meg dolgok, amiket náluk rendeztek, és ott nem nagyon volt probléma abból, hogy ilyen 16 évesen akár ittak a gyerekek. És tök normálisak, úgyhogy... Nem ezen múlik, azt hiszem, hogy most ki milyen ember lesz. Sőt, egyébként szerintem, hogy igazából biztos vagy benne, hogyha nagyon nagy a szigor, akkor attól csak rosszabb ember leszel. Ha nagyon nagy a féltés, akkor is. Hát nyilván az a jó, hogyha van egy normális határ. A féltés is egy pontig egészséges. Hát nyilván az, hogyha valaki ráhagyja a dolgokat a gyerekre, az is egy olyan dolog, hogy egy pontig még hasznos tudni elszakadni, elengedni. De amikor már nagyon el van engedve, akkor az már megint nem jó, szóval persze ez ilyen tök általános dolog, hogy mindennek van egy szélsősége, és akkor azt úgy jobb kerülni. Én arra emlékszem, hogy nálam az volt, hogy ilyen 15 éves koromban, hogyha nem jöttem haza időben, mert mondjuk egy plázában sétáltam egy lányjal, volt ilyen, akkor csoda, hogy akkoriban volt ilyen. De a lényeg az, hogy későn jöttem haza. Hát ilyen 5-6 óra körül, és akkor a szüleim már a rendőrséget akarták felhívni, hogy hol vagyok, meg ilyenek, hát az nem esett jól. Ott azért jobban esett volna az, hogyha nem aggódják túl ezt az egészet, mert... Szerintem még volt mobiltelefonom is, és felhívhattak volna a mobilomon. Hogyha... Bár lehet, hogy direkt ki volt kapcsolvám. De amikor másodszorra csináltam meg, akkor azért vehették volna már a lapot, hogy itt igazából arról van szó, hogy én szeretnék egy kicsit önállósodni. És nem, akkor is arról volt szó, hogy illetve az volt, hogy csak a hát a mérgelődés ment meg a büntetés. Lehet, hogy én voltam önfejű, és
ha el lett volna szépen magyarázva nekem, hogy küldjek egy SMS-t, hogy elmentem délután, és nem az lett volna megmondva, hogy haza kell jönni, akkor lehet, hogy nem kapcsolom ki a mobilomat, és nem megyek el megint. Mert az, hogy az ember iskola után elmenjen, az még nem egy olyan ördögtől való dolog szerintem. Jó, persze a leckét meg kell írni, meg ilyenek, hétköznap van. De hát nem ezen múlott, azt hiszem, hogy meg volt-e írva a házim. Mert azt valljuk be, hogy azt 5 után is meg lehet csinálni, ha nagyon muszáj. Főleg úgy, hogy nagyon sokan ilyen zongoraóra, meg külön edzés, meg dolgok miatt érnek haza 5 körül. És azután írnak házit, úgyhogy majdnem mindegy, hogy az ember külön órákra jár, vagy szórakozni a barátaival, mert itt az a lényeg, hogy mi a fontos neki, hogy mitől lesz teljesebb, vagy mitől fejlődik a személyisége. Attól is fejlődhet nyilván, hogyha egyszerűen csak időt tölt másokkal. Szóval igen, nekem volt egy ilyen emlékem, hogy az nem volt egy jó történet, hogy kétszer egymás után eléptem, és igazából ezt nem sikerült otthon megbeszélni. Mert szerintem el lehetett volna azért ezt intézni annyiban, hogy persze elmehetek, csak szóljak haza, vagy valami. Szerintem hogyha ez így meg lett volna mondva, akkor lehet, hogy ezzel nem lett volna probléma, de igazából az is benne, vagy nem nagyon emlékszem. Szóval lehet, hogy erről is lett volna szó, hogy csak haza kell szóljak, de lehet, hogy nem is akartam haza szólni, nem akartam ezzel foglalkozni, bár egyébként szerintem nem erről volt szó, mert hogyha erről lett volna szó, hogy küldjek egy SMS-t, akkor azt azért semmiben nem került volna elküldenem, és akkor ebben nem csináltam volna szerintem konfliktust. Ebben az évben átlagosan este 11 körül vagy óra előtt írtam meg a házikat, de mindig meg volt az órára. Hát én meg a héven írtam a házit egyébként, és meg óra előtt én is. Kurva nem érdekelt a tanulás középiskolában már egy ponton túl. Olyan volt az osztály meg a közeg, hogy nem nagyon motivált arra, hogy élvezzem az órákat meg az iskolát önmagát. Jó, mondjuk nekem egy tök szar sulim volt. Meg egyébként sem értettem, hát nem azt, hogy nem értettem egyet az oktatási rendszerrel, bár nem szerettem soha, de a lényeg a... Mondjuk, hogyha nem voltam lelkes, vagy nem lelkes, hanem... Féltem a kudarctól, ezért nem tanultam rendesen. Szerintem ez volt... Értem, nem szerintem, igazából biztos ez volt, hogy állandóan csak az elvárásokat láttam az egész iskolában, és egy után már nem akartam megfelelni neki. Úgyhogy, ja. Nem tudom, honnan jönnek ezek a hangok. Lehet, hogy megnézem. Na, itt is volnék. Fú, de egyébként igen, ez egy tök nehéz kérdés, hogy... Nyilván nem olyan jó az, hogyha az ember este írja a házit, vagy óra előtt, annyira nem érdekli az egész. Erre lehetne valami megoldás, vagy nem tudom, vagy valahogy ki lehetne deríteni, hogy az ember miért nem motivált az iskolában, vagy a tanulásra. Én sose foglalkoztam vele, mert igazából senki nem foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy mi a motiváció akadálya, hanem csak az volt, hogy hát meg kell csinálni, és kész. És
És a való életben nem így működnek a dolgok, mert ha nem vagy motivált egy munkában, akkor nem fogod elvégezni jól egy idő után, és azért azt szeretik a munkaadók, hogyha egy lelkes munkavállalójuk van, és általában ilyen embereket is keresnek, és ha lehet, akkor hogyha, hát gondolom egyébként megszabadulnak azoktól, vagy nem tudom, vagy könnyen elengedik azokat, akik nem annyira lelkesek egy munkában. Úgyhogy mondom, én abban marha lett tapasztalatommal, de a lényeg az, hogy az okokkal mindenképp érdemes foglalkozni, mert azért eléggé kiadnak arra, hogy az ember hogyan éli az életét majd a jövőben, hogy miért lesz lelkes, és egyébként az is lehet, hogy más miatt lelkes, és az iskola miatt pont nem, meg az ottani jegyek miatt, meg dolgok miatt, de hogyha van valami, ami miatt viszont lelkes, és azt tökre jól tudja csinálni, akkor viszont nem, nincs probléma a rendszerben, és akkor nem, én nem is piszkálnám, meg mondanám a tanulónak, a diáknak, hogy hát ezeken a jegyeken javítani kéne, mert hát, hogy biológiából nem vagy izé jó, hát De basszus, hogyha a biológia nem érdekel, akkor legyél belőle a hármas, vagy kettes, ez tök mindegy, ez kész. Miért kell mindenből jónak lenni? Mert persze azért az is igaz, hogy a biológia tanárnak csak az számít, hogy a összes diák jó legyen biológiából. Bocsánat, egyébként lehet, hogy meghalok. Közben meg. Szóval igen, szóval a tanárnak az az érdeke, hogy az összes gyerek legyen jó biológiából, az kurva jó. De hogy leharapott a rohadék, mert egy csillagos farkas volt, és nem tudtam kiblokkolni, mert nem volt elég staminám szerintem, de nem baj, visszajönk simán. Arról nincs szó, hogy ne lenne motivációm, meg hogy nem szeretek tanulni, 4,4-es az átlagom lett év végén, az tök jó egyébként, csak szimplán lusta vagyok házit írni. Ja, értelek. Hát amíg jó az átlag, addig nem nagyon kell ezen aggódni szerintem, hogy most hogy állsz a házival, nem? Akkor meg. Bár egyébként meg fene tudja, mert jó, mondjuk önmagában a házi az nem számít, az nem reprezentálja azt, hogy az ember mennyire teszi bele magát a tantárgyba, az órába. Lehet, hogy nincs elég kihívás és azért unalmas, hogy azért, hát mindegy. Kár fejtegetni, azt hiszem. Meg végül is akkor végül nem az áll fent nálad, mint nálam, hogy nekem tényleg nem volt kedvem tanulni, nekem tényleg rossz volt az átlagom. Meg egyébként van egy olyan egészséges lustaság is, az ember a való életben is, a munkájában is hajlamos ezeket a dolgokat. Az nagyon jó. Persze egyébként merész vagyok, mert mesztelenül jövök fel. Júj! De biztos, hogy nem fogok felöltözni külön azért, hogy visszaszerezzem a hullámat, úgyhogy ez egy ilyen kör lesz, csak a rohadt farkas menjen el. Valahogyan ki kéne játszani, ráugrok egy sziklára, vagy nem tudom. Legalább ugye addig, amíg töltöm a staminámat. Mint most már az ugrándozásban egyébként elég sok HP-m elfogyott. Hol van a hullánk? Jó messze. Na van, kezdjünk el szaladni. Az legalább megvan, hogy ilyenkor egészen gyorsan tudok szaladni. Na
Igen, és a farkas elég béna a nyomokon követ engem, úgyhogy... Úgyhogy még le is tudom hagyni őt. Bár azért jól megmássza a hegyoldalt. Mondjuk itt nekem nehéz ezt megoldanom, mert nekem feljebb kéne mennem. Legalább ide nem jön fel, és tudok staminát tölteni. Aztán lehet, hogy itt meg tudom ugrani ezt a dolgot, nem? Sajnos ide nem tudok felmenni. Igen, hát jó, akkor megtaláljuk a felutat, mert most tökre lecsúsztam a hegy aljára. Igazából csak a skill pontokat sajnálom, azok lehet, hogy csökkentek most eleget a halál miatt. Oké, ott a hulló meg lesz. Csak az a baj, hogy vannak tárgyak, akik egyest adnak, ha nincs házi. Hát azért az normális. Neked muszáj volt feljönnöd ide. Na, tüntessük el ezt a hullát, nincs rá szükség, hogy itt állandóan az orrunk alá dörgölje a játék, hogy ennyire béna voltam. Na, azért néha egy crit egészen kellemesen felvidítja az embert. Az mi? Ez egy farkas ember. A kurva életbe. Ilyet még nem láttam. Nézzük már meg közelebbről. Megölt egy skeletont. Ott van, Ferling, nagyon király. Rohadt menő. Biztos, hogy ezüsttel jobban meg lehet ölni. Azt a kurva, de nagyot ugrik. Nagyon izgalmas. Júj! Na gyere ide, apukám! Aha, és ez valami skill volt, hogy három farkast ide hívott? Négyet, ötöt, tizet? Bezeg bassza, meg most megölök négy farkast egyszer, az előbb meg egyetlen egy kicsinált. Jó, mondjuk akkor éppen... Szerintem annyira másra figyeltem, vagy nem tudom, hogy megeshet, hogy erről van szó. Vagy csak egyébként lehet, hogy tényleg arról van szó, hogy egy csillagos farkas ennyivel nehezebb ellenfél. Na, nagyon jó elfogytak a nyilvesszőim, úgyhogy hazamegyek, akkor csinálhatok még többet. De valahogy meg kéne ölni a sárkányt ennek ellenére, úgyhogy hogy ölsz meg egy sárkányt. Valahogy ide kéne csalni.
Hú, menjünk haza, inkább szenvedek itt ezzel a... Bár nem erősségem az, hogy feladjak dolgokat. Na jó, mégis feladom. Ezt a szodáig fog követni. Jó, hát végül is az ezüstöt legalább megszereztem. Be kellett volna jelölnöm az otthonomat. Hol van? Szerintem most balra van, aha. Egy darab ezüstöt hoztam el. Jött meg a hullámot, ugye? Hát megöltünk még egy Ferlinget végül is. Nem adott semmit. Na jó, akkor mindent, amit tudok, ami nem ezüst, azt most hazaviszem. Hát itt rengeteg mobból származó cuccunk van, amit el tudunk tenni végül is. Jó, mondjuk ez pont nem ide való. De igen, egy jó sok-sok kristály. Ha majd rájövök, hogy mire való, akkor tökre fogok örülni neki, hogy már ennyit összegyűjtöttem. Rengeteg fából kijött gyanta. Mindjárt megnézem, hogy lehet elpusztítani dolgokat a játékban, most már ez tényleg nagyon zavar, hogy... igen, tök jó, még a csont ide jön. Hogy állandóan felszedem ugyanazokat a dolgokat. Valahova el kéne dobni a szemetet. A trófea. És akkor itt fa anyag, kérem szépen. Jó, akkor ezzel meg is vagyunk. Gyorsan megnézem, hogy... items, cheatetek, remove drops, ez a command, viszont magát a parancsot szerintem csak úgy akkor tudjuk beírni, hogyha van konzol kommandunk. Úgy kell a konzol kommandot bekapcsolni, azt pedig úgy kell megcsinálni, hogy F5-öt kell nyomni.
Na és nem történik semmi. Jó, hát akkor azt fogjuk csinálni, hogy átírjuk a megfelelő fájt arra, hogy ez működjön. Konzol Commands, Valheim. Hát én nem hiszem, hogy itt az lenne a megoldás, hogy Windows konzollal indítom a játékot, de megpróbálhatjuk persze. De az újra kell indítanom. Na nézzük csak, megkeressük akkor a Valheimnek a gyökérkönyvtárát. SD, meghajtó, Steam. Hol is van? Common, vagy Steam Apps, Common, Valheim. Csak az Excel mögé beírom, hogy konzol, mínusz konzol. Hát erre kíváncsi leszek, de szerintem egy init kellett átírni, én úgy emlékszem. Nem, tök jó működik, remek. Akkor pedig az lesz, hogy belépünk a Theodin világába, és... Igen, hangosan kell élvezkedni minden nagy kortyolásos akció után. Na, és akkor most dev commands-ot kell írni be, aztán pedig szóval dev commands, így, és remove drops lesz a parancs, de persze figyelünk arra, hogy ne legyen semmi eldobva a bázisom. Illetve, hogy ezt leginkább nem is a bázisom fogom megcsinálni, mert azért nem biztonságos, itt annyi minden lehet. Például itt van disznóbőrke, meg ilyenek. Nem tudom miért, legutóbb itt felejtettem. Biztos. Itt láthatóan hatalmas a nyersanyagkészlet raktáram. Itt gyakorlatilag csutkára elfogyasztom minden fémemet. Na. Menjünk vissza, és hozzuk haza az ezüstöt, vagy igazából mehetek még egy kört szerintem, akár kereshetek új ezüstlelőhelyeket, sőt, igazából úgy emlékszem, hogy volt is lehetőség új ezüst keresésére, mikor megtámadott a farkas. Azt hiszem pont ez volt a lényeg. Hello Wolf, emlegetett szamár. Pont arról beszéltünk, hogy megtámadtál. Nem tudom miért csináltad, de szerintem nem akartad, hogy úgy streameljek, hogy sikert aratok, mikor nem vagy itt. Most mondtam, hogy megtámadott a farkas. És meggyilkolt tál. Hát pedig így történt. Ezt tetted. Jó, és akkor most a csodás parancsot beírjuk, hogy remove drops. És minden eltűnik, ami nem kell, és én ezt nagyon sokszor fogom még használni, mert utálom, hogyha a pálya tele van szemetelve. Theodin világa az én világom, az én megkreált univerzumom, az alfám és omegám, nem lehet tele szemetelve semmivel, úgyhogy nem. Nem hagyjuk. Na, egyébként meg mi újság? Sok tanulnivaló van?
Zsömbös sajt éppen most mondta, hogy nem tanul eleget. Szégyelje magát. Van elég még. Hát sajnálom. De jól megy legalább. Vannak sikerek? Egy-egy vizsga, ami jól sikerült, ilyesmi. Jövő héten kedden utcsó vizsgám. Na, az nagyon jó. Az már nincs is messze. És csak arra kell már tanulnod arra az egyre, ez azt jelenti? Utána szerdán pedig előadást tartok. Na, ilyen kis tanár vagy, vagy micsoda ez? Lehet, hogy már beszéltél róla, csak én nem figyeltem. Elnézést, ha így van. Csak nem hoztam magam a nyilvesszőket. Menjünk haza a nyilvesszőkért. Ja, már csak arra kell tanulni. Tök király, nagyon király. Eddig 11-ösen van egy darab 3-asom. Egy 3-as? Hát ez kibaszott ciki. Ha mindegy jól megy, akkor lesz saját tantárgyam. Tök király, nagyon durva. Ez most egy kicsit meglepett, de nagyon jó. Mert úgy értem, hogy lesz olyan tantárgy, amit te tartasz. Kompletto? Vagy mi? Ez hogy van egyébként, hogy neked vállalnod kell ilyen tanításos órákat, meg dolgokat? Így van, én fogom tartani. Hát, gratulálok, ez tényleg nagyon menő, ennek én is örülnék a helyedben. Nagyon kis szorgos gyerek vagy. Nem kötelező, csak engem érdekel a dolog, mert vannak lehetőségeim. Ja, értem. Igen, hát az a legjobb egyébként, hogy az ember saját lelkesedésből csinál ilyeneket, ugye? Nem érdekből, meg muszájból. Na nézzük, csak egy darab fém van készleten, az nem sok. Abból de bronze header-ral tudok csinálni. Végülis Iron Handből is lehet egy 20. De legyen bronze. A bronze az azért nem olyan nagyon sűrű használatos dolog. Bár azt hiszem most több fémem van. Tegyük hozzá egyébként azt is, hogy haza kéne hozni, hogyha azt akarnám, hogy legyen nagyon sok. Ja nem, bocsánat, rengeteg bronzom lehetne, hogyha lenne rengeteg tinem. De nincs tin, ha jól emlékszem, mert itt a koppert azt nagyon nagy mennyiségben égetem ki. De semmi tinem nincsen. Úgyhogy, hát, ja, lehet, hogy a bronzot akkor nem erőltetjük. De végül is nem az az aktuális nyersanyag, amiért amúgy is megyek, akkor minek menjek kis területekre bronzért. Akkor azt is nehéz szedni. Sok-sok farmolás, imádom, hogy vannak még töltött káposztás eventek. Vannak? Miket lehet beváltani? Vagy várjunk csak... De most arra gondolsz, amit régen csináltam, Wolf, itt a csatornán, vagy mire?
Jó, az nem dömpergumi? Ja nem, nem, ja igen, tudom miről van szó, igen, a töltött káposzta, igen, a Twitch csatornámon van ilyen, hogy lehet az, hogy igen, hogy kigyűjti a legtöbbet, és akkor ez egy ilyen tiszteletbeli pont, mint a Tusznál az aranyérme. Igen, megvan miről van szó. Hát nagyon régen volt, de igen, azt én is meghagytam nekem, szerintem az egy tök menő dolog. Ilyen kis apróság. Na, ez is tényleg, illetve azért jöttem haza, hogy nyilat készítsek, de nincs elég fémem hozzá, úgyhogy akkor a terv az, hogy elmegyünk hogy is hívják, Fersztiklába, azt hiszem, és hazahozzuk a hajót. Úgyhogy lesz itthon nagy hajónk végre megint. Vagy várjunk csak? Nem. Mert Fersztiklában nincsen nagy hajó. A kurva életbe. De nem baj, mert van kis hajó, úgyhogy hazahozunk egy kis hajót onnan. Bocsánat, ez Helga 3. Fersztiklá. Amúgy megszökött egy disznó. Zsömleménygyárénk elé. Igen, tudom, hogy megszökött egy disznó, de ő megérdemli. Ő a házi malacom. Aki kiszökött, az megérdemli, hogy kint legyen. Én úgy vagyok vele. Az a malac egy hudini. Úgyhogy őt már szeretjük és megtartottam. A disznó velünk marad és a barátom. Szökik a malac. Készített a zsömlősajt. Na, hadd nézzem. Láttam Wolf itt a csatornán, vagy mire? Hát igen, kurva jó. Igen, nagyon, nagyon király, nagyon köszönöm. Észre se vettem egyébként. Ez mondjuk tök jó pofa dolog, hogy az ember nem vesz észre olyan dolgokat, amikre nem figyel oda. Volt is erről egy YouTube videó, hogy ilyen kosárlabdát dobáltak emberek, vagy passzolgattak egymásnak, és hogy az volt a feladat, hogy koncentrálj a labdára, és akkor nem vetted észre azt, hogy egy majom öltözetű gorillás valaki így átsétál az emberek között, akik a labdát dobálják, mert annyira egy helyre koncentrálsz. És ez egy nagyon vicces kis példa arra, hogy végül is, hogyha én is arra koncentrálok, hogy a chatet nézem, egyébként lehet, én a chatet néztem, és nem a képernyőt, és ugye ez volt a különbség. De a lényeg az, hogy tökre nem vettem észre a malacot. Jaj. És így egyébként eléggé viccesen jön ki mondjuk tényleg az, hogy ott a disznó és így sétál ki ilyen kurva lazán. Na, legnagyobb viharban a legjobb hazamenni. Úristen, hát a vihar elárasztja még a stéget is. Jaj. Jaj, hát összetörik a csónak. Gyorsan most előre? Előre gyerünk! Jaj, nem jó? Jó, oké, megvárjuk a következő hullámot, és átmegyünk fölötte. Gyerünk, gyerünk, vigyél, vigyél! De nem tudunk basszus, mert szembeszél van. Kurva életbe. Hát akkor csak így, evezővel unalmasan. Hát Fersztiklában nem maradt hajónk, de hát ez így szokott lenni. Majd vissza kell hajóznom ide valamikor egyszer. Bár nem biztos, hogy sokat fogok ide járni, hiszen a mocsár farmolásra van már jobb helyem. És igazából ez lehet, hogy egy ilyen emlék marad ez a bázis. Egy ilyen cucci a pályán, amit egyszer itt hagytam. De igen, hogy kisétált, az tényleg jó. Ezekkel a klippekkel lehet kéne kezdenem valamit, lehet, hogy át kéne töltenem őket TikTokra nekem is, hogy ilyen klippizé gyűjteményt tegyek oda. Bár egyébként annyira nem szoktam foglalkozni az ilyen háttér dolgokkal most már. Egészen rászoktam a vízivásra. Plazmaadás előtt meg kellett innom naponta 3 liter vizet, és bár régen is odafigyeltem arra, hogy eleget igyak, de mostában ez nem volt egyáltalán fontos. És valahogy így nem tudom, így megkedveltem. Nem tudom miért, nem tudom, ez meddig fog tartani.
fogom ezt a cuccot, megtöltöm vízzel, és kiiszom naponta kétszer, minimum, ez másfél liter. Most ez már a második kihívásom a mai napon. Egyébként segít, kiüríti a szervezetből az extra folyadékot, de ezt már legutóbb mondtam. Valamelyik előző adásban. Na, hogyha már ekkora vihar van, akkor fogjunk már valami szelet is hozzá, hogy aztán haladjon az a csónak. Sehova nem jutunk. Jaj, ne kivernek minket a kőnek! Elütjük ezt a Great Wolfot? Nem. Úgy látszik, nem. Miért fogom én mindig ki azt, hogy... hogy szembeszél legyen? Múltkor állandóan szembeszélünk volt, és most is... ezzel büntet a játék. Most már csak egy vízi kígyó jöjjön igazából, annak ha ülnék igazán. Meg igazából annak, hogyha most elfordulok jobbra, mert most már kerülünk, akkor a szél az így megváltozna és megint szemből fújna. Igazából annak így nagyon örülnék, azt így jobbra adnám. Az lenne ám az igazi. A kis hajó egyébként annyiban jobban adná, hogy sokkal mozgékonyabb. Sokkal egyszerűbb átjutni ilyen zátonyos területeken, és én úgy emlékszem, hogy itt előttünk egyébként van valami zátonyos rész. Mert itt Helgavát és Felszikla között áthajózni... emlékszem, hogy egyszer még ki is pucoltam egy-két ilyen nagyobb követ, mert mérges lettem, hogy nem tudok átmenni hol. De most már ez így... ezt így meg nem mondom, hogy hol vannak ezek a kövek. Vagy hogy hol csináltam átjáró utat. Könnyű átjáró utat. Lehet, hogy a nagyhajóval volt csak szopás, és a kishajóval egyébként könnyen ment, mondjuk. Azt nem tudom hirtelen megmondani most már. Egyébként képzeljétek, bár aki YouTube-on nézi vissza ezt, annak nem kell sokat képzelődni el rajta, de inkább a streamben mondom most, hogy... hogy ezek a Valheim epizódok majd átkerülnek a YouTube-ra, és újra elkezdem a YouTube csatornán így pörgetni a videókat, mármint úgy, hogy áttölteni ezeket. Most egyelőre ott tartunk, hogy három videót már megvágtam, csináltam neki intrót, outrót, fel van töltve YouTube-ra, bélyegképeket kell még csinálnom nekik, és utána igazából ott archiválva van, lesz majd az összes epizód, úgyhogy vissza lehet nézni őket, aki lemaradt volna, vagy ilyesmi, az előző három részről. De hát tulajdonképpen én nem Valheim az Extreme-en kívül most már, úgyhogy tudok játszani, úgyhogy... igazából ez az optimális, hogy nem az van, mint régen volt, hogy szerettem volna játszani, csak nem akartam streamelni, és ezért nem tudtam folytatni az állásomat, hanem most az van, hogy tulajdonképpen annyit játszom, annyit streamelek, és akkor ez így tök jó. Ez a napi egy óra, vagy két naponta két óra, vagy valahogy így, amit belerakok ebbe az egészbe, ez nem túl sok ahhoz, hogy ráunjak a játékra például, úgyhogy lehet, hogy például van esély rá, hogy több epizód szülessen. Na, nagyon jól hangzik, köszönöm, hogy jól hangzik Zsömlesajt. Igen, annyiban tényleg jó, hogy, és ezt én is így gondolom, hogy lesz újra egy igényessége a csatornának. És azért ezt nagyon fogja veszélyeztetni az, hogyha én munkát találok, és tökre azon múlik az egész, hogy mihez lesz kedvem onnantól kezdve, és lehet, hogy hétvégén fogok streamelni csak például. Ezt el tudom képzelni, hogy hétköznap már nem fogok, mert nem lesz hozzá kedvem. De mindegy, ezt majd akkor eldöntöm, inkább maradjunk ennyiben. Egyébként tök jól haladok a weboldalammal, már eddig is jól haladtam vele, de a responsív dolgokat szinte teljesen kijavítottam, nagyon jól megjelenik mobilon is, tableten is, jól néz ki 1280x720-as felbontáson,
1366x768-on, 1440x90-en is, 1600x90-en, 1538x, fú, 8 valamennyin, legbetegebb felbontás, amit valaha hallottam, de mindegy, nem használtam soha. Nem is láttam semmilyen készüléket, ami használ ilyen felbontást. De a lényeg az, hogy ezeken a felbontásokon teszteltem a weboldalt, és persze Full HD-ban alapból jól néz ki, azon készült el. Azért a WordPressnek van egy csomó hülye hibája, ami nagyon idegesítő, és tudom, hogy miért nem szeretnek WordPress-t használni egyes webfejlesztők, és hogy azt miért nem nevezik webfejlesztésnek, amit a WordPress nyújt. Nagyon megköti az ember kezét az a... Még egy rendes plugin használatával is eléggé megköti az ember kezét a WordPress. Nekem az a problémám vele, hogy nagyon sok beépített dolog van a WordPressben egyébként, ami... Fú, hát ilyen gyárilag bele van égetve a pluginba, amit használok. Erről magában a WordPress igazából nem annyira egyszerűen használható. Hogyha az ember feltesz egy plugint, akkor azért már sokkal jobban össze tud kattingatni benne dolgokat. És akkor a lényeg az, hogy ebbe a pluginba, amit feltettem, egyébként azért nem bántam meg, hogy megvettem. De a lényeg az, hogy azért van egy csomó megoldás, amiről így utalak kell állnom, hogy ez gyári. Például, most mondok egy példát, van egy portfólióm, így az oldalon, a weboldalon keresztül, ott vannak a dolgaim irakva, az ilyen korábbi munkák, stb. És hát ez a portfólió, ez alapvetően angol nyelvű volt. Na most, hogyha az oldalon minden magyar, akkor az úgy nem jó. És ahhoz, hogy átírjam ezeket a kis szövegeket, ahhoz bele kellett nyúlnom valami functions PHP-be, és ott átírni valamit, hogy megnéztem a neten, hogy ezt hogy kell megcsinálni, bemásoltam a kódot, kicserélte, megjavította izé, de nagyon, nagyon trutyi megoldásnak érzem, és nem értem, hogy a fejlesztők ezt miért égették bele a portfólió oldalba, hogy tulajdonképpen maga a portfólió szerkezet az, hogy én nyitok egy portfóliót a weboldalon, és a cuccokat rakok be, munkákat, mint hogy a cikkek lennének tulajdonképpen, hogy van egy képe, mint egy blognak egy képe, van benne szöveg meg dolgok, és akkor vannak annyi a különbség mondjuk egy bloghoz képest, hogy vannak ilyen adatok mellette, hogy milyen évben készült ez a munka. Jó, hát mondjuk igazából ezeket én állítottam be, mert kicseréltem az olyanokat, hogy licensz. Ez nem foglalkozom, most én nem fogom itt a saját dolgaimat licenszálni, ráadásul nincs is megosztva, tulajdonképpen csak írok róla. Na mindegy, a lényeg az, hogy itt is átírtam egy-két dolgot, értelmesebb dolgokra, hogy például kinek csináltam ezt a munkát, az se volt ott így benne, szóval azt is én írtam át magamtól. De a lényeg az, hogy nem volt erre egy opció, hogy a menüszerkezetet, a portfólióhoz tartozó adatokat, azokat az ember így maga szerkeszte és maga határozza meg a nyelvet benne és a menüpontokat, és ezt nem értem, ezt miért kellett beleégetni a pluginba, hogy ezt erre miért nem írtak egy olyan rendszert, ami jól működik. De egyébként mondok egy olyat is, hogy van egy lábléce az oldalnak, amiben nem tudtam átírni az oldalhoz tartozó lábléc szöveget, hogy ki, mivel készült, mettől meddig copyright izé, stb. És ez egy fejlettebb funkció volt ebben a pluginban, mert régen máshogy használták, és a régi megoldást visszaállítottam, és ott át lehetett írni. Az új megoldásban meg nem lehet belenyúlni. És nem értettem, hogy miért kellett ezt belégetni az új megoldásba. Azt, hogy a lábrécnek a szövege az nem átírható. Én oda akartam én a nevemet, hogy ez az oldal, izé, én vagyok rajta, túl, bár csak ennyi. Na mindegy. Na tök jó, hogy feltöltöd majd, szerintem csak így volt egyszerűbb nekik és kész. Szerintem is, csak közben meg tök idegesítő. Hoppá, elmentük a bázisom mellett. Rossz elé vettünk egy kanyart. Egy kanyart! Nem tudom, hogy láttatok-e Dumb és Dumbert, annak idején imádtam a hugommal, százszor megnéztem.
Az út egy harmadát rossz irányba tettük meg. Azért ez egy nagyobb hajóút. A portált egy kicsivel kényelmesebb használni. Jó lassú ez a hajó. Nem akkora vitorlája vagy nem tudom, de tök lassúnak érzem. Szar szemét lassú szarnak. De a fák felé kell menni. Az jelzi a bázist. Sajnos távolról nem néz ki jól, ahogy betölt. Még nem is nagyon mutatja távolról az épületet, ami tök szomcsi. De ott van, mert ilyen közelén raktam ilyen magas fákat egymáshoz. És már rajzolódik is kifelé. Otthon, édes otthon, megkerüljük a másik irányba, hogy lássátok minden részét, mert ezt az oldalt még sose láttátok amúgy meg. Bár itt a köd most nem segít abban, hogy jól megnézhessétek. De igen, szóval a mágus toronynak itt vannak a kis ablakai, ugye az az alsó szint, az a raktár tulajdonképpen. És ez pedig ez az oldal, ezzel a sok-sok ablakkal, ez pedig ugye a trónterem és a konyhának az ablaka. Ez a két szint. A trónterem, az ablak, ami zárva van, az ugye az ágy fölötti ablak. Na. Meg is érkeztünk. Micsoda a parkolás. Csak nem mentél volna ennyire vissza. Erre kell hazajönnöm, hogy egy őz úszik a vízben. Leszpónolog ide a bázisomban. Na, ez a hullám, ez most nagyon jól jött. Fú, valami sztaminát adó tegyünk gyorsan, mert ez így nem lesz jó. A lekvárt nem eszem meg mondjuk ezért. Jó, és akkor felszenvedni ezt a rengeteg fémet azért a bázis tetejére, azért képzelhetitek, hogy mi menő lesz. Jó van, de a bronzot egyébként meg bedobom. Ja, ez copper, mindegy. Egyébként, ja, hát a smelterekhez fel kell vinni, igen. Ez az én zseniális találmányom, ugye, hogy a smelterek a legfelső torony tetején vannak, ez ilyen védjegyem. És itt a disznó. Remélem, hogy a fémet ugyanolyan egyszerű kiégetni, mint bármi mást, és nincsenek valamilyen mechanikája, vagy valami dolga, hogy ezt így nem lehet. Mert tudom is én, a nem tudom milyen vulkánnak a tetején lehet csak kiégetni a fémet. De őket annyi fémet csináltam, hogy ez nem kérdés, hogy ezt így normálisan ki lehet égetni. De szerintem én az ezüstre gondoltam igazából a szívem legmélyén, hogy attól félek, hogy majd az ezüstöt, vagy ez például ezt a black metalt, ezt mivel lehet majd kiégetni. El tudom képzelni, a nagyobb nyersanyagokat már nem lehet ilyen csóri módon sima ilyen szaros kőízében megcsinálni. Okéka. És akkor az lenne a feladat, hogy... Resin. Teszünk a helyére. Jó. Ha lesz elég film, akkor meg csinálunk pár nyilvesszőt, úgyhogy megnézzük, hogy mennyi tollam van ez az akcióhoz. 21 az még elég. Kis fa kell, és akkor jók vagyunk. Corwood vagy sima wood kell hozzá? Szerintem sima wood. Aha, de 8 darab, az nem is kevés.
malac ez mindig útban van, így éppen mindig jön vagy megy valamerről. Ha kicsit spoilerezhetek, akkor ezt megválaszolhatom. Mondjad, Wolf, mondjad. Azt hiszem a játék mechanikáit nem elmondani nem számít spoilernek. Bár igazából lehet, hogy azt mondtam volna még régen, hogy nem én akarom kideríteni, de most már úgy vagyok vele, hogy annyira azért nem érdekel. Úgyhogy mondjad nyugodtan. Amúgy is utánéznék. Másképp egyébként meg, mint amúgy mindennek után ezek Wikipédián, hogyha még csak azt sem mondhatom, hogy nekem számítana, hogy én találjam ki ezeket a dolgokat, vagy én derítsem ki. Na, van nyilvessző, menjünk vissza. Szedjünk ezüstöt. Ez a nap az ezüstről szól, ugye? Igen, kell hozzá egy fejlette furnace, azt hiszem blast furnace. És az, és abban égethető a régi anyag? Nem tudom, hova fog elférni a várban, csak azért mondom, nem akarom lebontani a mágus tornyot. És most nem a YouTube csatornára gondolok, hanem az enyémre. Na, menjünk. Sima stone. Ja, hogy nem számított dropnak. Nem a régi órokat nem tudja olvasztani, csak a speciálisokat. Hát, kiábrándító. Na majd meglátjuk, mit tudunk csinálni ez ügyben. Júi! Ó, hogy rohadjatok meg. Na. Igen, azért a farkas annyiban tényleg nehéz ellenfél, hogyha az ember nem figyel. Akkor könnyen meghal. Egy zombit azért sokkal könnyebb volt megölni a mocsárban, mert ott azért azok lassúak voltak. El lehetett futni. A farkas az meg utánat fut és megöl. Ez tényleg egy stamina játék, illetve azért figyelem játék, hogy a megfelelő időben blokkolj, megfelelő mennyiségű staminával blokkolj. Nyilván akkor jó, hogyha a blokkolást azt egy ilyen támadásnak használod, hogy szegény farkasat egy kicsit megstunol, és akkor vagy a legjobb. Én azt nem tudom egyébként, hogy ezeket nekem miért olyan nagyon jó dolog megölnöm. Mert tökre jó lenne, hogyha tudnám, hogy ami bennük van, az nekem mennyi értéket jelent, és akkor még örülnék is neki, hogy meghalnak. Na, pittyenjél, légy szíves. Kiszedtük volna a fémet, vagy csak a... Ja, a vízból nincs elkrippelve. Oké. Okay.
Nincs jobb ötletem, hogy hol lássunk. De szerintem megtaláltuk a Silvert. Vagy nem? Nem, nem, most csak egy kődarab volt. Milyen menő barlangot ásuk ide egyébként. Ez kurva jó, ezt átásom ilyen izé, alagutat ásuk bele. Ennyi kell. Csak nem kell kerülgetni többet. Egyébként meg valamiért nagyon azt jelzi, hogy itt van. Igen, pont alatta volt a rohadék, a kő alatt. Ilyenkor támadjon meg egy farkas. Igen, azok most messzire gurulnak így. Kilenc darab szilver. Ez minden, amit tudsz. Azért van itt még. Hiányolom a kőgólemet, amúgy. Ilyenkor már szokott jönni. Jó, jövünk vissza ide. Haza visszük a zsákmányt. Kéne már valami farkasbőr köpeny egyébként. Menő néznénk ki vele, mert ez a trollhide kép ez már ódivatú. De a farkasbőr köpeny szerintem lehet, hogy az ezüst kell. Jaj. Kis földrengés alatt tiszta, mint a töltés történt. Ilyenkor szokott jönni valami farkas mindig, amikor én csak így sétálok és lenyomatom azt a minámat, lefutom, elhasználom futásra. Nem is tudom, hogy mondtam-e, hogy eladtam a régi mágus könyveimet. Na, illetve az enyémet meg a bátyám, hogy közös könyvek voltak. Régen szerepjátékoztunk, játszottunk mágust. És feltettem egy ilyen Facebook csoportba eladóba őket. Mert azt mondták a kockák és sárkányok találkozón, hogy sokat érnek, mert már nem nyomtatják őket, nem adják ki őket újra. És pedig örülnének a rajongók nekik nagyon, mert szeretnék őket, hát így szeretnék játszani a mágus, meg vannak új játékosok, gondolom, akiket érdekel.
És hát emiatt igazából egészen jó áron el lehetett őket adni, bár nem annyiért, mint amennyit akkor élnek, hogyha szép új, megőrzött, meg így, hát ilyen féltett állapotban lennének, hanem hát úgy lehetett őket eladni, hogy de hát így is a törvénykönyv kiegészítő 10.000 forintért elment, a eladtam 7.000 forintért két kalandkönyvet, meg eladtam mit is, eladtam egy másik kiegészítő törvénykönyvet, egy ilyen 5.000-esért vagy valami ilyesmi. Ez tök jó, igazából ezek, jó hát majdnem olyan, mint amikor akkor vettük őket kb. Annyiért. És akkor még maradt egy könyvem, egy bestiárium, meg egy első törvénykönyv, és akkor ez a kettő, ez így ilyen 14.000-ért megy majd valószínűleg el. De ezt tartom reálisnak érte, hogy az első törvénykönyvért el lehet még kérni egy 10-est, hogyha elég ritka. Akkor... Bár az nagyon szar állapotban van sajnos, de ettől függetlenül tényleg ritka, úgyhogy... Hogyha jó állapotban lenne, akkor egy olyan 25-30 ezeret érne. De így, hogy ki van szakadva a gerince, és hát tulajdonképpen újra kéne kötni, így. Így egy 10-est kérek csak érte. És persze ezt le lehet alkudni akár majd, vagy nem tudom, meg lehet várni, míg feladom, és akkor nem akarom eladni ennyiért majd. Lehet, hogy csak egy 5-ösért fogom végül adni. Fene tudja, de hát az is pénz, azt a kurva. Harcunk van olyan területen, ami... Igen, lehet, hogy lelövöm a... Mondjuk azt tetszik, hogy lövi a gólemet a sárkány, ha jól látom. Azt szerintem sose fogja megölni ezzel a tempóval. Igazából semmit nem sebez beléje. Inkább öljük le a sárkányt, mert csak zavar minket a harcban. Jól látod, te fogsz meghalni. Kocsi gólem bácsi, én most ezt a csatát még egyelőre nem szeretném felvállalni. Jaj. De annyira rendesek vagytok tényleg, hogy mindketten engem. Esküszöm, milyen érzés lehet, amikor az embernek két felesége van. Na jó van. Miért ököl elütöm, te jó ég? Ez annyira aranyos, hogy így fölém üt. Gyere ide, te mocsó. Hát ez egy kicsit korai volt. Jaj! Jaj, mi történt? Nem vitte volna, hogy bányász is fogok a harc közben. De ez így eléggé. Na jó van, így... Így a fejedet talán meg tudom ütni. Na jó van, ez így már nem vicces. Ez így már tényleg nem. Szóval ennyit szopni egy gólemen, azért az nem.
Jaj. Na, ez az jó. Szép telep a harcra. Megint történik valami. Feladom, kész. Én akartam harcolni. Rohadjál meg. Legalább volt értem el egyáltalán nyilvesszőket. Gyere, gólem! Gyere! Gyere! Csináljuk! Gyere! Gyere! Itt! Na. Szerintem egyébként a terep miatt volt ez olyan szar. A kövek meg mindenen kellett harcolni, meg hát voltak itt ezek a drékek. Itt látom, mindenféle kő, meg fa, meg izé van. Persze, hogy pont nem fogom hozni a hegyvidékről a követ. Nagyon sok szar van eldobva, én azt látom. A Wolf Peltet azt azért elhozzuk, igen, az jó. Megnézzük csak, itt elméletileg valahol meghalt egy drék, és akkor kell lennie el útnak is, úgyhogy ezt még gyorsan csekkolom. Itt van egy drék fej, igen, nagyon jó. Aha, igen, és itt a másik, na. Jó, oké, akkor ez így tök rendben van. Jó, és akkor remove droppoljuk a környéket most nagyon. Milyen érdekesen néz ki, mint valamilyen lópoli cucc, vagy nem tudom, valami... Fú... Nem is tudom, hogy hívják ezt a... Voxel shade, de nem merném kimondani így, hogy ez pont így van. Miért pocsikrom az Iron Header Route a hülye csontvázakra, az én szaros ócska. Jó, mondjuk legalább nő a szaros ócska nyilazó skillem. Úgy pont az lenne a lényeg, hogy ezeket az értékesebb nyilvesszőket ne pocsékoljam el. Egyébként meg 74 még van, jó, az mondjuk nem kevés. Jól látjátok, hogy az utolsó picit darab szilvert is kiszedem ennen. Minden egyes morzsáját kicsipegetjük, kicsábázzuk az utolsó cseppig. Szia! Jaj. Igen, igen, igen. Te egy nagy vad vagy. Ide bezagadtam. Adjál! Na. Mielőtt bárkinek bármi kételje legyen, ezeket Wolf küldi ránk. Közvetlenül. Van egy gomb a számítógépén, vagy a mobilján, amiről nézi a streamet. És minden farkas ling az Wolftól ered.
Ezeket most eltüntetjük, ezeket a droppokat, ezek nem kellenek. Még, hát Silverből felszedtem azt hiszem mindent. Remélem. Tehát ha nem, akkor ez most elment. Ó, ilyen mennyi farkas. Lehet, hogy nem arra megyek haza, merre ők szaladtak, hanem itt kerülünk egyet a hegy oldalon. Nem gyávaság, csak logika. És valaki karcolnak itt mellettünk, nem tudom, de nem hallok valamit. 14 silver-öm van még itt az inventory-mban. Mikor jelölöm már be a portálomat? Már 3000 éve mondom, hogy beszeretném jelölni. De ennyit kell csinálni, hogy térképen kattintok egyet. Menj innen, hagyjál békében. Nem vagyunk egy szinten, érted? Csak arra vagytok jók, hogy bosszantsátok az embert. Na, jó van. Most a kocsit levisszük a tengerpartra. Szerintem ez a... ezüst mennyiség már nem lesz nagyon szar. Ezt most kitermeljük. Bejelölöm a házat, mert végleg elveszítem. Ez a Helga 4-es portál tulajdonképpen. De kurva nehéz, mindjárt ott gurul le az egész kártom a francba. Nem itt van a hajó. De ott van. És még egyben van, de jó. Ez most egy nagyon fontos művelet. Azt kéne, hogy most annyi mindent raktam a hajóra, hogy elsüllyedjen, szerintem. De ez csak az én javaslatom, így a mai napra. Oké, egyébként ez ilyen 81 silver, nem is sok. Annyira, 100 sincs. Mindegy.
De van itt még egy slotunk, amiben pakolhatok. Haza viszünk egy kis fát akkor. Már ezt a portálát is vihettem volna, tök mindegy. Menjünk. Felfedezzük ezt a tengert. Nem tudom, mondtam-e, de egyébként képzeljétek, 61 kiló vagyok, nagyon durva. 66 és 7 között mozogtam még 2 hónapja. Úgyhogy az edzés, meg a rendes étkezés, az meghozza a gyümölcsét. Szépen adok magamról minden fölösleget lassan, már így át tudom fogni a combomat. Két kézzel, körbe tudom érni. Jó, hát ugye a térdhajlatom fölött. És persze, hogyha majd izmosodok, akkor ez majd remélhetőleg nem marad így. Csak ugye hát az lassabban történik, mint egyelőre a fogyás. De nagyon, nagyon jó pofa, nagyon, nagyon tetszik a dolog, hogy így látom az eredményét ennek a folyamatnak most tényleg. Hosszú ideje tényleg most voltam eléggé eltökélt először ahhoz, hogy tényleg mindent beleadjak abba, hogy úgy étkezzek, hogy semmi zsír szinte. Nagyon minimális, nagyon össze van számolva minden. Jó, eszek néha egy kevés csokit, meg ilyenek, meg hetente egyszer rendelek egy fitness pizzát, itt vannak ilyen kis bűnözések, de amúgy ennyi. És még így is megyek lefelé, úgyhogy tök jó. Úgyhogy ez végre mondtam valami jót is. De igen, most ebben vagyok most benne így. Szerintem aki látott engem Valheim-ezni, az megszokatta már, hogy mindig a sztorizgatás következik akkor, amikor hajókázunk, mert amúgy meg egy tök unalmas dolog, illetve nem unalmas, jó, tök jó, hogy benne van a játékban, szeretjük a Valheimet. Na, de a lényeg az, hogy azért ez mégis csak egy olyan része a játéknak, még kicsit chillesebb. Szia, troll! Trollolololol! Dobjál meg egy sziklával! Találj-e? Gyere! Találj-e? Üssél meg, gyere! Gyere, üssél meg, Patrice! Gyere! Gyere, csináld! Nem érsz utol! Szar vagy! Meg se tudsz dobni! Mindjárt megfulladsz! Ott egy menedékházam. A rohadt játék kitörölte a menedék neveket minden házam felől. Nem értem, miért csinálta. Ezt nem mentette el. Vagy azért nem, mert ékezetes. Akkor megőrülök egyébként, hogyha az ékezetes dolgokat még a mai napig így problémázzák a programok. Egyébként ennek a fejhallgatónak kicseréltem a fejhallgató részét még idén, évelején, és ezt nem is mutattam nektek, nem is mondta. Nagyon király lett, nagyon imádom. Meg tudom mutatni konkrétan, hogy most milyen, hogyha ide tartom, akkor látható, hogy ilyen szövet. Ez a régi HyperX fejhallgatóm, ezt akkor vettem, amikor a csatornát indítottam, szóval 2016 óta már 6 éves. És most elkezdett lefoszlani a műbőr párna teljesen, és hát úgy voltam vele, hogy oké, akkor egy kicsit turbozzuk fel ezt az öreg eszközt, és ne az legyen, hogy akkor veszek egy újat, hanem szépen kitisztítottam, szétforrasztottam, mert sajnos szét kellett forrasztani minden egyes elemét, mert csak úgy lehetett kicserélni a fejpántot is, mert most az is ki van cserélve. Szóval úgy van, hogy most van rajta ilyen HyperX logó például. És persze ez is egy műből fejpán, de ugyanúgy van egy ilyen szép kis varrás rajta. És hát ami a legfontosabb az tényleg, hogy ez új. Szóval egy-két évig biztos, hogy fogja bírni annak ellenére a műbőr. Ez a cuccitoldatnak ugye szövet, úgyhogy akár mosható is, le tudom szedni.
Jó, hogyha nem kezd el kibolyhosodni, bár szerintem ez nem az anyag, amit fog, mert az valami kamut kéne legyen, de mindegy, meg nem tudom. De a lényeg az, hogy szenvedtem vele sokat, és nem is az volt az összerakásnak a legnagyobb problémája, hogy forrasztó páka kellett hozzá, ami szerencsére apámnak volt, hogy a kölcsön tudtam kérni, hanem meg megjegyezni azt, hogy mit hova kell forrasztani, és ilyen összetettem a két kezemet, amikor működött utána, és ilyen elsőre nagyon király, mert szétforrasztottam, aztán újra összeraktam, és nem nagyon, jó, Filztorra ráírtam, hogy mit hova kell visszaforrasztani, de azért volt egy kis rizikója. Bár sajnos egyébként szerintem nem mindenkinek van otthon forrasztópákája, azt meg tudja csinálni, hogy a fejpántot lecseréli, mert csak úgy férsz hozzá a fejpánthoz, hogyha szétszered az egészet elemeire, és akkor meg forrasztani kell. Mert a benne lévő kábel is annyira része az egésznek. Na mindegy, a lényeg az, hogy a legnagyobb szopás az egészben az volt, hogy letakarítsam a műanyag részt. Mert ez a fehér műanyag, ez magára vette azt a, hát mondjuk úgy, hogy ilyen zsíros, bőrzsír, hajzsír izét, tehát egyébként nem túl, szóval egy ilyen vékony réteg képződött rajta, ami megült a por, és akkor így beleragadt, és ilyen szürkés, poros, vékony kis apró zsírréteg ilyen. Hát most 5 éven át van a fejemen, nem vizélgettem, törölgettem naponta, most leporoltam nyilván, de egyébként átmostam néha egy-egy szivacs, hogy áttöröltem, de ez egy olyan dolog, ami így ráépül a műanyagra, abból csupán, hogy be van zselézve az ember haja mondjuk, és így itt van rajta ez a cucc, és nem is érintkezik vele közvetlenül gyakorlatilag, vagy nem tudom, egyébként az is lehet, hogy nem a fej miatt van, mert különben a műanyag miatt nem, a műanyag nem ér hozzá a fejemhez, de akkor még nem tudom megmondani, hogy honnan szedte magára. De a lényeg az, hogy egy ilyen nagyon pici réteg volt rajta, és én késsel lehetett most kilekapirgálni. Vagy egyébként meg beáztattam, de nem sokat segített, úgyhogy nem is tudom, hogy végül mivel szedtem le. Próbáltam azt hiszem olajjal is. Hát olyan, mint azok a ragasztóizék, hogy le lehet, de mindegy. A végén csak megoldottam valahogy. Ilyen kis szivacskával ledörzsöltem, vagy nem tudom mi volt, de az volt a legnagyobb szopás az egészben, hogy ezeket a kis műanyag elemeket ilyenki beáztattam, kitisztottam, és izé. És letörölgettem. De egyébként nagyon örülök neki, hogy megcsináltam, mert tulajdonképpen úgy érzem, hogy egy új eszközöm van, egy új fejhallgatóm, közben meg nem. Az egyetlen probléma az benne, hogy a Mumin megette a mikrofon takarónak a mikrofon csatlakozásnak a takarójátnak. A rohadék feljött az asztalra valamelyik este, amikor fürödtem. Arra jöttem, volt egy időszak, amikor arra jöttem ki a kádból, hogy fent mászkál az íróasztalon. Ezen az asztalon konkrétan, itt, így. Jó, volt rá példa, mert streamben is benne van, hogy fej, hogy izé odajött hozzám, így besétált, de na, az... Akkor még fiatal volt, és hagytam, hogy itt aludjon az asztalon. És az én hibám, igen, mert hagytam, hogy aludjon az asztalon, és ő fiatal kora óta, ilyen 0 éves kora óta, 2,5 hónapos kora óta, neki ez egy alapvetés volt, hogy ez az asztal az ilyen terület, ahova ő feljöhet. Most azután, hogy megnőtt, már nem raktam fel az asztalra, de nem tudta, hogy az asztalra nem szabad feljönni. Ezért, amikor én nem voltam itthon, illetve nem azt, hogy nem voltam itthon, hanem amikor elmentem fürödni, vagyis nem voltam a szobában, és tudta, hogy nem látom, akkor visszajött az asztalra, mert ő azért alapvetően abban volt, hogy az asztalra lehet jönni, de azért mégiscsak akkor jövünk az asztalra, amikor a bányt nem látja, mert az asztal az mégis az ő területe, ezt ő azért nagyon jól tudja, meg látja, hogy itt én tevékenykedem egész nap, ide rakom a kajámat, italomat, stb. Akkor feljött az asztalra, és elkezdett szaglászni. Hát, ha maradt itt van maradék, izé, csokika, kis tej, ami beleijad, nem tudom, kis rohadt mocskos disznó egyébként, így visszaél a helyzettel. És a lényeg az, hogy... Igen, az egyik nap feljött így az asztalra, és arra jövök ki, hogy leveri a fejhallgatómat. Leverte a fejhallgatót, nem lett semmi baja. De a fejhallgatóról leesett a műanyag takaró cucc. És azt megtalálta valamikor, és azután megtalálta, elkezdte megcsócsálni, mert hát mindent meg kell rágni, amit megtalál természetesen.
Úgyhogy eleinte nem is tudtam, hogy mi az műanyag cucc, amit találtam. Azt hittem, hogy a tévének egy darabkája, valamilyen... Nem tudtam, hogy mi az. És hát nem kiderült, hogy ez a csatlakozó takaró volt, úgyhogy az most sajnos így kuka. Mármint hát az így nincs meg, és nem is lesz pótolva, már hát most mit szarapodjak vele. Nem hiszem, hogy bárki adna egyébként pót takarót el. Gyárban meg nem fog kunyarálni. Na mindegy, ez az egyetlen egy probléma most a fejhallgatómmal. Meg az, hogy a gyári vezérlőt, ami a géphez van kötve, és állítható a hang az oldalán, azt már nem tudom sajnos használni, mert annyit állítottam, hogy természetesen kontakthibását, és ezeknek az ilyen analóg tekerőknek mindig ez a hibájuk, hogy kontakthibásak lesznek egy idő után, hogy az ember tekergeti. Úgyhogy most az meg nem válasz erre, hogy akkor az ember akkor ne használd. Hogyha tönk, mert pont arra való, hogy az ember használja, hát ez sajnos egy ilyen öregedő alkatrész. És igazából az a legjobb, hogyha valami digitális állító van ezeken, csak ugye a digitálisra meg talán az a baj, hogy az a számítógépen állítja a hangerőt, az meg fölösleges akkor rátenni a fejhallgatóra. Úgyhogy nem tudom, hogy mi a megoldás, hát lehet, hogy digitálisan lehetne állítani a fejhallgatót is, hogy vannak ilyenek, nem tudom, de az biztos, hogy ha ilyen van az embernek, akkor azért bele lehet azba törődni, hogy ezt egy idő után tökre fog menni. És hát most egy sima hosszabbítót használok, mert önmagában a fejhallgatónak persze van egy fél méteres, vagy mennyi, hát egy 1 méteres kábele, de az nagyon kevés. Szerencsére adtak hozzá gyárilag hosszabbítót, ugye nagyon, nagyon kis előrelátó rendesek voltak, hogy adtak hozzá egy hosszabbítót is, meg egy olyat, ami hosszabbító és vezérlő, és akkor így nem két vezérlős a dolog, hanem egyszerűen van egy hosszabbítós rendszer, amit tudok használni. És végül is ez is gyári, úgyhogy tök jó. És most igazából ezt arra használom, hogy ott van egy csatlakozó kivezetés az íróasztalomon, ezért tök jó, mert elég ezt az íróasztalomon fent lévő csatlakozót cserélni a hangfal és a fejhallgató között, úgyhogy ha nem fejhallgatózni akarok, akkor csak ide nyúlok magam el, és átteszem a jackdugót, és kész vagyok. Na. Ó, az ott előttünk már Helgavatnak az erdeje. Jó, hát azok pár fal, amit oda raktam, de igen, akkor azt nem kerüljük meg, hanem megcélozzuk inkább. Neki megyünk. Valamikor a napokban egyébként fel kéne építenem a Helgavatnak a dokkoló kikötőjét is. Úgyhogy ezt is átgondolom, hogy ez majd hogy nézzen ki. Mert amikor nincs vihar, akkor végül is egyszerűbb lenne egy ilyen szép rendes kő szarhoz odaállni. Mint ahhoz a föld szarhoz, ami most van ott. Kipakoljuk az ezüstöt, de egyébként mára ennyi lesz, azt így előre megmondom. Én 2 órás streameket ígértem be annak idején, amikor így elkezdtem Valheimezni, és ezt ma is tartottam, és egyébként ma nem is ígértem magam 2 órára. De hát a lényeg az, hogy most ez egy jó lezárás lesz a mai napnak, úgy érzem, hiszen befejeztünk egy feladatot. Nem volt annyira izgalmas, de voltak izgalmak benne, de azért nem volt egy olyan, mint egy boss fight, hogy megkeressük a bosst és megöljük a bosst feladat. De annyiban jó volt, hogy persze, hogy most fogok először ezüstöt égetni, és akkor a következő epizódban megnézhetjük, hogy mit tudok csinálni az ezüstből például majd. Milyen új eszközöket tudok csinálni, tudok-e csinálni wallfight képet, hogy az kell ezüst, vagy hogy van ez. Ilyeneket lehet majd így csinálgatni. De most akkor annyi legyen, hogy jaj. Hát most megettem ezt a gemmet, ezt a lekvárt.
hamarabb akarok kijutni a partra. Jó, jöjjön ide egy izé. Akarok egy hullámot. Akkor ezt a hajót használom. Oké. Nagyon jó, pont így szeretem. Ez az, szép lassan. Na! Fát először elrakjuk, mert azért még elpakolok szépen. És elkezdjük, odarakjuk az ezüstöt kiégetni, és mivel megy le a nap, szerintem még aludni is tudok egyet, hogy kiégjen az ezüst. Akkor nagyon gyorsan megnézhetjük majd azt, hogy mit tudok belőle csinálni. Egyébként meg. Szép-szép mennyiség van farkas húsból, tök jó. Na, akkor ezeket vigyük fel a toronyba. Toronyba áll a Bálintba. Nem tudom pakolni sajnos. Hát az a helyzet, hogy le kéne vinnem a rezet meg a fémet, de én most így azt fogom csinálni, hogy kidobálom. És akkor könnyebben le tudom, könnyebben lejut, hogyha kidobom. Én nem tudom kidobni. Akkor lesétálok vele. Na, ide ki tudom dobni. Ezt a pártint azt ide visszarakjuk, mert most nem fogok vele szenvedni. És akkor az ezüst az dolgozik is most már azon, hogy elkészüljön, és akkor mindjárt lefekszünk, alszunk egyet, és megnézzük, hogy mit sikerül alkotni belőle. Az egyiket még jobban meg kell tölteni, úgyhogy hozok fel szenet. A világ másik végéről. Természetesen azért, mert a várnak csodálatosan kellett kinéznie. Mm-hmm.
Láttam, itt vannak ilyen Wolf cuccok, és ott van a Wolf képnek is a receptje. Meg shield, meg minden van, úgyhogy nagyon-nagyon rendben leszünk, gyerekek. Bachelor table. Minden van. Na, menjünk aludni. Gyorsan kiég az ezüst. És akkor nézzük. Hát ebből most egyelőre így 26 lett. Nem baj, mert készülhet több is, folytathat a gyártás, folytatódhat. Mi a szar, az elsőben nem akar dolgozni? Ez tényleg ilyen? Eléggé gáz. Azért egy ilyennek nem kéne egy kis esőtől kialudnia. Azt gondolom. Vigyük el az ezüstöket. Na és akkor vegyünk ki Wolfhide-ot, és akkor nézzük meg rögtön a Wolfhide képnek a receptjét, az hol van. Wolf trophy kell hozzá. Nem hittem volna, hogy a fejeket azokat... azokat ide kell hoznom a gyártó részhez, de mindegy. Oké. És akkor nézzük azt meg, hogy igen, volt fülkép. És akkor ennek a quality 1-es, de mennyi az armorja, azt miért nem írja? Armor 4. Armor 1. Akkor miért volt ez jó, hogy... Resistant vs Frost. Ja, hogy erre jó. Jó, de ez nem fogom upgrade-elni csak ezért. És minden egyes upgrade-hez kell a... Ja nem. Két silver-ér upgrade-eli. Jó, hát mondjuk, hogy itt lettek ér. Ezt nézzük meg, hogy le tudok-e gyártani valami... valami más cuccot, ami ebből a silver mennyiségből, ami fejleszt is, nem csak ad valami buffot. Drake helmet, kurva jó, 20 silverbe 20-as armort ad, és a hát igazából a 4-es szinte iron helmet is 20 armort ad. Banded Shield az Block Armor 54. A Silver Shieldnek a Block Armorja 60. Na az már jó egyébként. A Block Force meg 40, meg a Block Force 50. Aha, jó, mondjuk az, az más akkor. Oké, okay, jó, ez azért mégis egy olyan dolog, amit érdemesebb talán legyártani, illetve nézzük csak Wolf Armor Chest. Armor 20.
akkor ennek is 20-as az armorja. Ha. Ja, hát akkor gyártsuk le a sisakot, én azt gondolom, mert az... az legalább jól néz ki. És akkor szépen haladgatunk majd így. De egyébként ettől függetlenül felvettem a kabátot, mert nem kell potionokat pocsékolni, és mert ez is jól néz ki. Na, egyébként tényleg venő. Oké, megjavítjuk az utcainkat persze, természetes. És kell egy drék. Fej a trófeák közül. Szerencsére ez is van. Jó, és akkor a drék fejes elmetet rendelünk magunknak. Valamiért még nem tudom legyártani, mi kell hozzá. Még a kristály Battle Axe is kurva jó lenne. 73-as sebb ez a mostani fegyverem, ez a 90-et. Jó, de mondjuk ez kétkezes szerintem. Nézzünk egy... Mondjuk itt van egy kurva jó nyíl, ezt le tudnám gyártani szintén Silverből. De nem nyíl azok alapvetően, úgyhogy nem. Bronz mész, iron mész, és nincsen izé, silver mész. Nincs. Silver sword van, 40-be kerül, és 75 az lesse ugyanúgy. 73. Jó, mindegy, maradjunk a sisaknál. Drake helmet. Jaj, kettő kell, ahogy rohadjál meg. Hol van, hol benne a logika? Miki kettő? Jó, szerencsére pont kettő volt. Na, tök menő. Egyébként tényleg az. Jó, nézzük, mink van még. Van még egy-két silver, 22 pontosan, és azért még készülhet. Hogy lesz mit elgyártani. Egy shieldet akarok, az még jó, az még sokszor látszódik a hátamon. Mi kell hozzá? Jó, volt silver, fine woodból kell 10. Na, igen, most a hátamon van. Tök jó. Tök jó, tök jó. Na, alakul a karakter, fejlődik szépen. És akkor ezt is majd később. Fejleszük fel a Wolfhide, a Wolfhull képet. Mert ilyen kevés silver kell hozzá, ilyen 4 silver kell hozzá, meg ilyenek, és hát igen, itt a
szűk keresztmetszet az a, az a Wolf Belt volt. Úgyhogy farkas még úgy látszik ölni kell. De akkor nem sokára van egy maxos kabátunk, és akkor tényleg nem sok értelme lesz hordani a Trollhide-ot. És akkor megyünk tovább majd szerintem a shieldnek a fejlesztésére, vagy a sisak fejlesztésére egyébként, meg még simán lehet menni. Egyelőre ezeket a cuccokat, ezeket elrakom, ezek nem kellenek. Rengeteg cucc van egyébként, de az a baj, mind négyes szintű, ezért nem szívesen dobom ki őket, de az a helyzet, hogy ezt a troll setet, ezt most kivágom innen a francba, és igazából már van egy négyes szintű trollhide képem, úgyhogy azt is kidobhatom. Szintén a bronzot is kidobom, mert már fene se fogja hordani. Ezekre most így nem lesz szükség. A trollt azért hagyom meg, mert végül is ilyen visszamenni a cuccomért, így lopakodva. Hogyha nagyon necces és kell, akkor jó lesz. Ezek itt eszközök, meg fegyverek, úgyhogy azokat nem bántom. A Bone Mass trófeáját most már tényleg kirakhatnánk. Lehet, hogy a következő epizódban azt is be kéne iktatni. És akkor a régi Iron Setemnek a darabkáit még szépen berakosgatjuk majd ide, mert azért még az is jó lesz ilyen tartalékba, hogy valami történik velem. De most akkor megszabadulunk ezektől a cuccoktól a legjobb módon, kitöröljük őket az univerzumból, vagy egyébként Felsztiklánban ott hagyhatom őket, ott rengeteg hely van és senkit nem fog zavarni, hogy ott vannak itemek, úgyhogy inkább ezt a megoldást választom. Menjünk csak szépen át a másik bázisomra, és akkor most mondhatom azt, hogy így szépen elrendeztem a dolgokat, és legalább gyártottunk is valamit. Egyik nem ide rakom, nem is ide, mennyi kő van itt egyébként, ez még ebből bármit lehet majd építeni, úgyhogy egyszer jó lesz. Jó, most csak ezeket ide behányom. Itt nem tartunk nagy rendet, az biztos. Így? Na. Oké, és akkor a napfényben jobban látszódik valami a karakterből? Jó, igen, itt is sokki látszódik. Van hova még fejlődni, de jó, jó, jó lesz ez így. Alakul a téma. Na, de én akkor azt mondanám, hogy ennyi lett volna már a Valheimezés. A következőkben az még fogunk ezüstözni, mert még most is égettem ki őket, illetve menni kell még új ezüst cuccokért, ezüstfegyver, stb. Ezek mind fontosak lesznek. De hát akkor, mint mondtam, ezt majd a következőkben. Sziasztok!